A Magyar Nemzeti Tanácsi Választásokon induló Magyar Mozgalom hétfő délután Szabadkai székházában tartotta meg első hivatalos sajtótájékoztatóját. Az MM teljes listával indul, a 35 személy között több olyan ismert ember van, akik már sokat tettek a vajdasági magyarság érdekében, mondta Zsoldos Ferenc listavezető. Ha megnézzük a listát, nem akarok külön senkit sem kiemelni, de itt vannak volt MNT elnök, vannak MNT tanácsosok, volt polgármester, vannak volt újságíró főszerkesztők, vannak egyetemi tanárok, tehát még véletlenül sem azt mondhatjuk, hogy ez egy csak egy összeszedett lista. A mozgalom listájának második helyén Mengyán Pletikosics Ildikó pszichológus, a harmadik helyen Kalmár Zsuzsanna színész, a negyedik helyen pedig Kucsera Géza nyugalmazott tanár, Szabadka volt polgármestere szerepel. Zsoldos Ferenc szerint azok vállalták a listán való szereplést, akik hisznek a változásban. Szeretnénk, hogyha újra becsülete lenne a magyar embereknek, újra szabadok lennének, újra mindenki elnyerni a relatív szakmai szabadságát, és közösen dönthetnénk dolgokban. Tehát ezért indult el a magyar mozgalom. A 2010-2014 közötti MNT programját szeretnék visszahozni és folytatni, nyomatékosította a Magyar Mozgalom lista vezetője. Hozzátette, a kampányuk szolíd lesz, lesznek hagyományos elemei, de külön nagy rendezvényeket nem szerveznek, mindent önkéntes munkával végeznek majd. Elkezdődött az emberekben.